kamionba ütközött tegnap este az a kis busz, melynek sofőrje fékezés nélkül hajtott be az 52-es és 53-as főút stopptáblás kereszteződésébe, Solton. A balesetet okozó autó vezetője megsérült, így őt a mentők a kecskeméti kórházba szállították. A Cserenc számú kisbusz egy villanyoszlopnak is nekicsúszott az ütközés következtében, ezért az áramszolgáltató munkatársai is a helyszínre érkeztek. A solti hivatásos tűzoltók pedig áramtalanították a sérült járműveket. A helyszínelés és a műszaki mentés ideje alatt az utat teljes szélességében lezárták, emiatt jelentős torlódás alakult ki az 52-es főút solti szakaszán.